Beszéltük, hogy milyen furcsa, hogy van a Örkénynek a Tóték című darabja, ahol szétvágják az őrnagyot, és hát itt mi meg összeragasztjuk, miután szétvágtuk. Először az egész történet, hogy néha úgy érzi az ember, hogy ezektől a szuperegóktól, vagy felettünk álló tekintély emberektől, akik lehetnek családtagok, vagy lehetnek más vezetők, hogy meg kell szabadulni, aztán utána van ennek egy cinikus, fájdalmas fordulat ennek a történetnek, hogy összeragasztják, mert hogy úgy tűnik, hogy szükség van erre, tehát enélkül, mint hogyha nem élne az ember, emberiség, család nem működne. Igazából ugye az el is hangzik, hogy a gyászmunka, és akkor ez most egyébként amúgy, hogy a darab azért nem elsősorban ugye erről a gyászfeldolgozásról szól, csak az én történetemben igen, és hogy ez azért ez nem olyan egyszerű, tehát minden ember végigmegy ezeken a stációkon, ami a gyász valakinek, akit nagyon-nagyon szeretett, hogy azt hogy dolgozza fel, és ennek vannak különböző állomásai, és az indulattól, a dűtől, az elfogadástól, a belenyugvástól és az eleresztéstől kezdve, és hát valószínűleg ugye az Évánál ez egyáltalán nem sikerült, tehát egyszerűen úgy tesz, mintha ő még mindig lenne. Ez a nő azért, amíg a Miklós élt, olyan szép sorban feladogatta a saját személyiségjegyeit. Az kell, hogy újra megtanuljon tisztelni, érted? Mi az tisztelni? Lehet, hogy eleinte gyűlölni fog, nem van, sőt, már az is egyfajta szenvedély. Taníts meg, behódolni. Miért ti Miklóssal még mindig csináljátok? Hetente kétszer. Azért az kiderül az is pár mondatból, hogy ez egy családból hozott történet is, tehát valószínűleg egy nagyon szigorú papa volt az, aki alatt fölnőttem én és az öcsém, és az öcsém ettől meg tudott szabadulni, én pedig folytattam ezt a sorsot, mint ahogy a Lorca is olyan szépen írja, hogy az apánk és az anyánk és a szüleink sorsát egy idő után szépen elkezdjük hordozni, még akkor is, ha tiltakozunk ellene, de egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy jé, és akkor már nem lehet kiszállni ebből a ringlispirből. És akkor az Éva, igen, ahogy fogalmazta, hogy bekattant, tehát nem bírja elereszteni. Tehát az egy annyira biztos pont volt az életében az összes megalkuvásával és mindennel együtt, hogy ő maga megszűnne talán létezni. Szerintem akkor izgalmas, hogyha mindazok ellenére, hogy mi az Évát egymás között szipirtyónak szoktuk nevezni, ha mindezek ellenére egy valós létező szeretet van a két testvér között, hogyha a válság helyzetekben mégiscsak tudnak egymás felé, egymásra támaszkodni. És az természetesen nagyon érdekes volt végignézni, ahogy egy ilyen erős személyiség, mint Miklós rátelepedik a testvéremre. De ezt tulajdonképpen végig szemléltük, és meg is volt a véleményünk, de természetesen a feleségem sokkal szélsőségesebb álláspontot képviselt, én pedig a testvéri szeretet okán mindig igyekeztem védeni. Nem voltam vak, láttam azt, hogy ő is hogy változik meg Miklós mellett, de az ember sokszor megmagyarázza magának, hogy miért van arra szüksége, hogy a másik önzőbben, konzervatívabban, mert hogy ő nagyon konzervatív lett Miklós mellett. Már gyerekkorában is az volt, úgy nevelte az édesapánk, aki rendkívül erős személyiség volt, és valahogy én hamarabb eltávolodtam tőle, mert rám is nagyon rám telepedett, de én férfiként ki tudtam csúszni a Markai közül, és elmenekültem az egyetemre. Jucus, 39 éves, és hát ezért elég jól tartja magát, csinos, okos, intelligens, diplomás fiatal asszony, aki hát viszonylag korán szült egy gyereket, és ezért teljesen lefoglalta a mindennap hét a gyereknevelés, és igazából hát abba a hibába esett bele, hogy nem minőségi időt töltött a gyerekével, hanem mennyiséget, ami
ami valamikor jó, valamikor nem, de ő belefáradt már ebbe az egészbe, és aztán talál magának egy kis cukorkát az életben, és összejön az unoka öccsével. A Vivien? Nem. Ki ez a Vivien? Ezt a dacos, magában fortyogó ilyen kek csajt, akiben valószínűleg belül folyamatosan tombolnak a dolgok, meg az érzések, de nem tudja kifelé kommunikálni, nem tudja hogyan artikulálni. Ezt nekem nehéz volt próbálni, mert hiába volt mindenkinek olyan egyértelmű, hogy ez hogy van, meg mindenki valahogy emlékszik. Én inkább így elkezdtem megfigyelgetni, meg főleg a hugomat, hogy akkor hátha, de az Iván meg folyamatosan mondta, hogy csak úgy, ahogy én vagyok, tehát nem kell affektálni, nem kell ez, nem kell az. És mai napig egyébként furcsán érzem benne magam, mert valamihez úgy érzem, hogy túl idős vagyok, már így lélekben, valamihez meg egyáltalán nem nőttem fel, és tényleg pont ez a kettősség, amikor még ilyen kétnemű is az ember, meg így az identitása is alakul, ez olyan, mintha nálam kimaradt volna. Közben meg pont ennek az időszak csúcsán van ez a lány, és sok mindent ez indokol az ő tetteiben. Meg hát valahogy úgy is van megírva, hogy nyilván egy ellenpont, mint az új generáció, aki mindig rámutat arra, hogy pontosan mi is megy itt, mi az igazság, kicsit nézzük már meg, mesztelen a király, nem? Ezzel a részével meg tehát tudtam menni, vagy ez a lázadó, ez megvan bennem. Viszont ezzel is zavarban vagyok, hogy nagyon sokszor eszembe jut az, hogy elég muníció van-e bennem, vagy eleget tudok-e ahhoz, hogy én lázadhassak. Az egyik oldalam azt gondolja, hogy nagyon sokat kell még olvasnom, tanulnom, tapasztalnom ahhoz, hogy egyáltalán kinyissam a szám. Másik oldalról meg nem értem, amikor itt totojázunk, és nem megyünk, és csináljuk, és ott akkor én megyek. Csak ilyenkor van az, amikor ugye ostobán csak vonul az ember, és falnak megy. Az a fajta illúzió, ami nyilván egyrészt filozófiai közhely, másrészt meg néha nem rossz magunkat emlékeztetni erre, hogy nem biztos, hogy mindig készen áll az ember a szabadságra, és tud vele mit kezdeni, és okosan tud-e vele mit kezdeni. És ez egy, azt hiszem, azt Tasnádi írta a szövegének a darab elejére, hogy ez egy közép-kelet-európai mondás, hogy kellenek ilyen felettünk álló figurák, és hogy valószínű, hogy itt Közép-Kelet-Európában ez inkább érvényes, ez a történelmi hagyományokból fakadóan ez, hogy mennyire tudunk mi szabadon bánni a helyzetünkkel, és mennyire vagyunk autonómiára képesek, mint egyének és mint közösségek. Természetesen rávágja az ember, kikérik maguknak józan értelmes emberek, hogy kikérik maguknak, és már pedig mi önállóak és egyéniségek vagyunk, és önállóan vagyunk képesek dönteni, de műveltségtől és diplomák számától függetlenül úgy tűnik, hogy valami fajta megmondó emberekre és ilyen típusú figurákra nagyon szükség van mégis. Bizonyos mechanizmusok vagy rendszerek hogy működtetnek minket? Hogy működtetnek egy házasságot, akár jó, akár rossz? Hogy működtetnek egy szülő-gyerek kapcsolatot? És ugye itt ebbe az egész kartonpapába, hogy ez ugye kimegyünk akkor a személyektől egyre univerzálisabb dologba, hogy tulajdonképpen egy személyiség, vagy egy diktátor, vagy egy agresszor, aki meghatározza a környezetét, hogy az muszáj magunkban nézni, hogy a környezet az igenis nagyon tehet róla, hogy meddig hagyja, hogy ez elmenjen, vagy elfajuljon. Tehát minden, ami történik velünk, azt egy darabig lehet mondani, hogy jó, hát ezt azért csináljuk meg így, meg úgy, de van egy határ, amin túl, ha nincs lázadás, akkor köszönje mindenki magának azt a rendszert, amiben él. Valamiért úgy érzem, hogy ez az előadás nem egyetemesen persze szólhat rengeteg mindenről, de hogy valahogy az elmúlt 28 évről szól a rendszerváltás után, és a mi időszakunkban az elmúlt 28 évben az értelmiségi lét az valahogy nagyon, nagyon úgy tűnt, hogy az egyetemi berkekben nagyon liberális szemlélet uralkodott,
és ez rendkívül jellemző Károlyra is, és az ő életlátására, amit tovább vitt a családjába is. Az összes nevelés, egymáshoz való viszony a családban, az egy rendkívül megengedő, kezdetekben még rendkívül odafigyelő, szeretetteljes, érdekes kapcsolat volt. Aztán az évek során valahogy azáltal, hogy ez az ember nem lett igazán tehetséges a saját tanszékén, nem ő lett soha a kinevezéseknek a kegyeltje, valahogy megrekedt, és ettől egyre keserűbb lett az élete, és ezáltal valahogy elkezdett ilyen légvárakat kergetni, vagy építeni, és egyre önzőbb lett, és egyre inkább befele forduló volt, mint a boldogtalan emberek, akik nem találják a valódi útjukat az előre lépéshez. És ez az önzés spirálisan vezetett oda, hogy egyre kevesebb figyelmet fordított a családjára, nem tudta megoldani a kamaszlány, ráadásul lány a kamaszodásnak, nem talált rá válaszokat, egyre inkább távolodott a lányától is, és végképp eltávolodott a feleségétől. Természetesen szerette ő is, szereti is a mai napig, és ezért ez egy valódi fájdalom, amikor szembesül az elvesztésével. Gondolom ezzel mindenki így van, ez nem kell értelmiségének lenni, vagy éppen liberálisnak. Igen, Károly, szeretjük egymást! Tudod, hogy mit jelent ez a szó? Szeretet? Tudod? Ma majdnem elfelejtettem, mert majdnem sikerült belőlem kiölnöd! Aztán jött ő! Az unokaöcsém! A tiéd! Valószínűleg neked fogalmat sincs arról a szenvedélyről, ami elsőkre morális gátlatot, és hogyha jön a cunami, akkor nincs mit tenni! Nem azért házasságtörő a Jucus, mert minden áron meg akarja csalni a férjét, hanem egyszerűen annyira kiábrándult már a férjéből, és nem azért, mert nem szereti, hanem abból ábrándult ki, hogy a férje nem hajlandó életben tartani ezt a kapcsolatot, ő még mindig a férjét szereti, szerintem. Én a Zsoltikát játszom, akiről ki igazából szerintem egy nagyon nagy utat jár be, és szerintem egy nagyon hálás szerep. Nekem ez itt a második produkcióm ebben a színházban, és a Pomponiával és a Diával dolgoztam együtt ebből a csapatból. Én szerintem ez egy nagyon jó társaság volt, és nagyon jó hangulatban zajlottak a próbák. Én nagyon örülök, hogy benne lehettem ebbe a próba folyamatban, ez nekem egy nagyon kedves emlék marad. És rendkívül izgatott vagyok, hogy a nézők hogyan fogják fogadni, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben nagyon bátor ez az előadás. Vicces, groteszk mese, nagyon sűrít, nagyon sokszor, nagyon lógrásokba halad, ettől hol drámai, hol tragikomikus, nyilván ettől a fajta jó értelembe vett következetlenségektől, de hát közben mégiscsak ez is nagyon fontos, hogy valami nagyon-nagyon ősi emberi problémával foglalkozik, pofátlanul szűk terjedelembe is időintervallumba.